Szinte egy szék sem maradt üresen a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei aulájában kedden délelőtt. A meghívott vendégek mellett egyetemisták és középiskolások is meghallgatták a honvédelmi miniszter előadását. A Nyíregyházán született Benkő Tibor a honvédelmi nap keretében érkezett a felsőoktatási intézménybe, hogy ő is a katonák munkájára hívja fel a figyelmet, és bemutassa a Zrínyi 2026 elnevezésű programot. A fiatalokat kívánjuk elsősorban megszólítani, és lehetőséget biztosítani számukra, hogy ebben a honvédelmi és haderőfejlesztési programba ők is be tudjanak kapcsolódni. Hiszen Magyarországnak, ha egy erős, ütőképes magyar honvédséget kívánunk létrehozni, ott szükségünk van az utánpótlásra. Az utánpótlás pedig meg kell kezdeni, már a középiskolákban ott kell keresni az utánpótlás lehetőségét, majd a felsőoktatási intézményekben, az önkéntes tartalékosok révén pedig már a polgári életben dolgozók között. A felsőoktatási intézmény parkját közben egyenruhások lepték el, ők is a hivatásukat népszerűsítették már a legkisebbek körében is. Fegyverekkel, katonai kocsikkal érkeztek, ez utóbbiakban be is lehetett ülni. A látogatók között több olyan egyetemista is volt, akik a honvédséghez való csatlakozásukat sem tartják kizártnak. Hogyha nem jönne össze véletlenül ez a szak, amire járok, a gépészmérnök, akkor szeretnék én is katonasággal vagy rendőrséggel foglalkozni, és így a fegyverek is érdekelnek. Az épületben közben önkéntes tartalékosokat is toboroztak, a látogatók pedig a repülő szimulátort is kipróbálhatták. Az egyetem egyébként épp a napokban fűzte szorosabbra kapcsolatát a Honvédelmi Minisztériummal. Ennek részeként például szabadon választható tantárgyat indítanak Honvédelmi Alapismeretek címmel.